2024-ben Szilvásvárad rendezheti meg a négyes fogadhajtó világbajnokságot. Ezt a jogot Szilvásvárad mellett egy német és egy holland település kapta meg. Utoljára Kecskeméten volt ilyen VB, az 2004-ben volt 20 évvel ezelőtt. Erről beszélgetünk vendégünkkel, Szaniszló Lászlóval, Szilvásvárad polgármesterével. Sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Ugye nem az első alkalom, hogy Szilvásváradon ilyen nagyszabású rendezvényt szerveznek, már volt erre példa korábban is, mikor is volt ez? Pontosan 1984-ben a 2024-es lendő négyes fogadhajtó világbajnokság előtt 40 évvel. Ez egy fölényes magyar győzelemmel ért véget, az első öt helyezett magyar versenyző volt, egy darabig nem is volt Magyarországon fogott verseny világbajnoksági szinten. Régóta készülünk erre, Szilvásvárad életében úgy gondolom 3 év múlva egy nagyon nagy pillanat jön el. Természetesen hosszú út vezetett idáig, és nagyon hosszú út fog vezetni odáig, hogy 2024-ben világszínvonalon meg tudjuk rendezni ezt az eseményt. Milyen felkészülést igényel a település től ez a verseny? Mert azért ez egy, gondolom, mind infrastruktúrájában, mind sok minden másban azért elég komoly kihívásokat állít a szervezők elé. Így van, nagyon sokrétű feladat lesz, ami vár ránk. Legfontosabb úgy gondolom, hogy egy világszínvonalú lovas központ létrehozása, amelyet örömmel jelentetek, hogy lassan teljes mértékben kész, hiszen 2018-ban átadásra került. Egy picit kritizált, egy picit bizonyos szempontból tájidegennek illő stadion, amely oda került Szilvásváradra, viszont a most talán az ez év fogja bebizonyítani azt, hogy valóban szükség van erre a létesítményre, ezzel az egész komplexumra. Ez évben majdnem minden második hétvégén nemzetközi szintű verseny kerül megrendezésre Szilvásváradon, akár e hétvégén, akár még júliusban soha nem látott nemzetközi szintű versenyek érkeznek a településre, és örömmel jelentetem, hogy pár hét múlva kész az a maratonpálya, amely a fogadhajtó versenyeknek lesz a szombati napon a fő attrakciója, hiszen ez a leglátványosabb és legérdekesebb rész egy fogadt versenyen. Ez jelenleg készül Szilvásváradon, természetesen világszínvonalon, nemzetközi elvárásoknak megfelelő színvonalon, és július 3. hétvégén ez felavatásra kerül egy nemzetközi versennyel. És ez hol lesz ez a pálya, bocsánat, itt az erdőbe, vagy merre felé lesz? Mert ugye hát maratoni fogadhajtásról beszélünk. Így van, 1984-ben egy Keszekusza útvonalon került kialakításra a maratonpálya. Az elmúlt években, 2015-ig még fogadversenyt rendeztek Szilvásváradon, Nagyvisnyó felé a település határában helyezkedett el szinte az összes akadály. Most pedig Szilvásvárad úgynevezett diós részén, ez a nyugati fekvése a településnek, egy völgyben, egy völgy katlanban kerül elhelyezésre az összes akadály. Úgy gondolom, hogy bizonyos tekintetben szintén egyedülálló lesz, hiszen maga az a páratlan látvány, amely a Bükk irányába és a település irányába lesz látható, az egyedülévé teszi egész Európában. A település egyébként hogyan készül erre, mert a stadionnak akkor gondolom olyan állapotba kell kerülnie, nem tudom, hogy infrastruktúrát terveznek-e ott fejleszteni, vagy ugye gondolom elég sok szálláshely van, de hogy mégis mik kellenek ahhoz, hogy... Igen, milyen elvárások vannak a... Maga a stadion az úgy gondolom, hogy már amikor megépült pár évvel ezelőtt, már az ilyen kihívásoknak eleget tesz. Tehát mindenféle szempontból megfelelő, mind a pálya talaja a stadionban, mind a kiszolgáló létesítmények, mind az egyéb helyszínek. Ez a maratonpálya hiányzott még, ami a fogadt versenyhez szükséges. Az egész település életében, ha azt nézzük, 1984-ben egy jelentős mérföldkő volt az akkori világbajnokság. Az országban például Szilvásváradon volt második helyszínként crossbar telefonvonal, ami akkori időben nagyon nagy szám volt, és nagyon sok minden megújult. Most picit tudatosan készül erre egy ilyen nemzetközi rendezvényre, illetve az elmúlt kor kihívásainak megfelelően már ugye a vendégeknek, a Szilvásváradra látogató kirándulóknak megfelelő színvonalat kell nyújtani. Éppen ezért a bizonyos szempontból a település már fölkészült. Az infrastruktúra teljes mértékben rendelkezésre áll, természetesen van mit javítani. Az utaink nagyjából rendben vannak, újjáépítettük, megépítettük az elmúlt 10-15 évben az összes utunkat. Most a járdákon van a fő hangsúly. Az elmúlt években ezekből is rengeteget építettünk. A szálláshelyek nagyon sokat fejlődtek, különösen az elmúlt 1-2 évben a
különböző pályázatoknak köszönhetően, a különböző támogatásoknak köszönhetően. Kell egy picit javítani az infrastruktúrán közlekedési szempontból. Akár a vonatot nézzük, akár a távolsági buszjáratokat, illetve a gépjármű közlekedést. Minket is Szilvásváradot nagyban érintett az M25-ös megnyitása, hiszen hozzánk is rövidült az útvonal. A VB-re nem lesz kész az Egeret elkerülő útvonal, de hát majd a későbbiekben a következő világbajnokságra ezt megoldják az illetékesek. Úgy gondolom, hogy így összességében pici apró dolgokon kell javítani, ami legfontosabb, parkolóhelyeket kell létesítenünk. Az elmúlt években erre is külön hangsúlyt fektettünk mi, mint önkormányzat, illetve próbálunk a következő egy-két évben is jelentős lépéseket tenni annak érdekében, hogy az odaérkező rengeteg vendég. Gondolok itt arra, hogy ezen a szombati napon, amely fogad verseny lesz, több 10 000 néző várható. Maga a stadion befogadó képessége 6500 fő, ez korlátot szab majd valószínűleg a díjhajtásnak és az akadályhajtásnak. Ettől függetlenül egy 10 000-es létszámra kell készülni a vendégek tekintetében. Egy jó erős húsvéton, egy húsvét hétvégén azért megfordul ennyi ember a Szilvásváradon. Igen? Ezt nem is gondoltam volna, mert hirtelen olyan nagy számnak tűnik ez. Rengetegen érkeznek, csak becsülni tudjuk az adatokat, illetve a kisvonatnak a látogató számából tudunk erre következtetni, de sokszor előfordul, hogy amikor jó idő van, és egy húsvéti, május esélyi, pünkösdi napon megérkeznek a vendégek, akkor körülbelül 2000-2500 gépjármű van a településen. Tehát akkor már azért mondhatjuk, hogy a település nagyjából felkészült erre. Úgy gondolom, hogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez megfelelő színvonalon lezajlódjon ez az esemény. De hogy akkor beszéljünk a július 1 és 4 között, ugye ez most hétvégén lesz, ez a nemzetközi díjugrató versenyt is rendeznek. Milyen mezőny gyűlt össze? Lehet azt tudni, hogy kik neveztek, vagy itt például milyen forgalomra számítanak látogató szempontjából? Nagyban befolyásolja ezeket a versenyeket bizonyos szempontból az időjárás. Most hétvégére azt mondom, hogy elfogadható időt jeleznek, nem is túl meleget, nem is túl hideget. Én úgy gondolom, hogy rengetegen fognak érkezni most a csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvényre. Információim szerint több mint 20 nemzet nevezői vannak. Tudomásom szerint Mexikóból, Indiából is érkeztek versenyzők, valamint azt tudom, hogy most hétvégén már a kuvaiti válogatott itt volt, edzett Szilvásváradon, és ők is részt fognak venni a most hétvégén sorra kerülő eseményen. Hogyan lehet és hol jegyet váltani erre az eseményre? Helyszínen is lehet, illetve tudomásom szerint elővételben is lehet jegyet vásárolni. Én mindenkinek azt ajánlom, hogyha az eseményekről, rendezvényekről bővebb információt szeretne, akkor a www.ménesgazdaság.hu ékezetek nélkül weboldalon keresse föl a Ménes Gazdaság honlapját, és itt megtalálható mind az esemény részletes leírása, mind pedig a jegyvásárlási lehetőség. Polgármester urat muszáj megkérdeznem azért, és gondolom a válasz igen, de majd ő megerősít ebben, hogy Szilvásvárad hírnevének azért ez hatalmas lendületet ad, akár most a 2024-es VB-re gondolva, de az összes ilyen nemzetközi verseny, fogadhajtó verseny vagy lovakkal kapcsolatos verseny. Jól gondolom én ezt? Szerintem igen. Röviden, tömören ez a válasz. Látjuk azt, hogy amikor ez az esemény már hivatalosan bejelentésre került, amit Horváth László országgyűlési képviselő tett meg Facebook oldalán, a kommentekből kiderül, hogy rengetegen vagy személyes élménnyel, vagy valamilyen formában kötődnek az 1984-es vadhajtó világbajnoksághoz, és már most várják. Volt olyan kérdés, hogy hol lehet jegyet vásárolni. Egy picit elébe mentünk a dolgoknak. Ez még korai, igen. Ez még korai. Nem csak a szakma fog itt megjelenni, hanem a sportélet egyéb területéről is érkeznek, illetve mindaz a kíváncsiskodó tömeg, akiknek már hiányzott egy ilyen esemény, hiszen 2015-től Szilvásváradon nem rendeztek fogadhajtóversenyt. Előtte is már, én úgy gondolom, hogy egy picit kívánnivalót hagyott maga után, mind a pálya minősége, mind az egyéb, hiszen történt olyan, hogy egy nagy zuhé következtében a pálya alkalmatlanná vált ilyen versenyek megrendezésére. Éppen ezért nemzetközi térről nem is nagyon érkeztek versenyzők, hiszen ezek a lovak, ezek nem az olcsó kategóriába tartoznak. Most, ahogy mondtam, mind a pálya talaja, mind a kiszolgáló létesítmények rendelkezésre állnak, és bízunk benne, hogy mindenki megelégedésére, legyen néző, legyen versenyző, legyen egyszerű látogató, mindenki megelégedésére zajlik majd 3 év múlva ez az esemény. Tudomásom szerint augusztus vége, szeptember eleje lesz a pontos időpont. Nincs még pontos időpont, a tervezetben augusztus vége, szeptember eleje áll.
és hát reméljük, hogy Szilvásvárad nevét, hírnevét minél messzebbre viszik a világban. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen.